A Szentlőrinci Ifjúsági Fóvúzenekar műsorával vette kezdetét az idei Lobby Party. A 21. alkalommal megrendezett esemény célja, hogy találkozási pontot biztosítson a baranyai szervezetek számára. A standoknál olyan önkormányzatok, civil szervezetek, cégek, gazdasági szereplők várták a vendégeket, melyek a döntéshozatalban aktívan részt vesznek. És azt gondolom, hogy nagyon fontos az elmúlt két évtizedben is azt lehet mondani, hogy nagyon fontos dolog az, hogy egy kötetlen beszélgetés keretébe tudnak itt véleményt cserélni, egyeztetni, vagy akár gazdasági döntéseket előkészíteni az itt szereplők. A megye vállalkozói közül a Lafarge Cement Magyarország képviselőivel is találkozhattak a látogatók. Nagy örömömre szolgál, hogy immár ez a 10. Lobby Party, amin részt tudunk venni. Ez számunkra az év egyik legkedvesebb eseménye, hiszen itt tudunk találkozni a különböző érintett felekkel, akik a gyár napi életében az év hátralevő és az előző részében közreműködtek. Itt a helyi politikusok, gazdasági szereplők, kollégáink, rokonok, családtagok, barátok mind jönnek itt a Szentlőrinci Lobby Partira, és őket nagyon szeretettel látjuk vendégül itt a standunknál. Idén 21. alkalommal vesz részt a rendezvényen a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Itt van a szuvenír tató, amit csak azért oltak meg, hogy legyen szuvenír. Minden évben érdekes témákkal készülnek a látogatók számára. Idén azt mutatjuk be a látogatóknak, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal hogyan tud együttműködni a természetkárosítás elleni küzdelemben. A Lobby Partit a következő években is megszervezik majd, ahol továbbra is várják a baranyai szervezeteket. Az eseményen elhangzott, hogy a megye fejlődését a helyi szereplők tudják igazán elősegíteni.